A mai nap dátumát, november 28%. Útba igazítást kapnak az általános iskolások a Bibó Gimnáziumban. Immáron másodszor várták ebben az évben nyílt napra a végzősöket és szüleiket az intézményben. A nap folyamán különböző órákat, többek között, földrajzot, angolt, testnevelést és matematikát is látogathattak az érdeklődő tanulók, akik szinte a környék összes alapfokú iskolájából érkeztek hévizre. A megjelentek kérdésünkre elmondták, bár érdeklődnek az általános képzés iránt is, de a legtöbben az idegen nyelvi osztályokban tudnák elképzelni a jövőjüket. Nagyon sok jót hallottam az iskoláról, és a nyelvi képzések nagyon tett, megtetszettek. Az iskolában minden évben kétszer rendeznek nyílt napokat, melyek célja megismertetni az intézmény működését a leendőbeli tanulókkal és hozzátartozóikkal. Mint a gimnázium igazgatójától megtudtuk, évről évre nagyobb az érdeklődés a bibói rend, átlagosan 70-80 diák jelenik meg egy-egy szabadon látogatható napon. Hozzátette, a két időpont között van egy kisebb különbség, az első ugyanis interaktívabban telik különböző tantárgyaknál egy picit játékosabb, vetélkedősebb, különlegesebb formában próbáljuk a, a diákoknak megmutatni az itteni életet. Tehát például kémiából, fizikából kísérleteket mutatunk be, biológiából metszeteket mutatnak a kollégák, matematikából logikai feladatokat és fejtörőket oldanak meg, magyarból különböző nyelvtani és magyartani feladatokat oldanak. És, és egy picit talán más hangulatba távoznak a gyerekek. Most a második nyílt napon itt csak és kizárólagosan nyílt órákat látogathatnak, hiszen a szülők számára azért ez is fontos, hogy mi folyik az iskolába, milyen munkát végzünk a tanórákon, és a diákok hogyan érzik magukat itt a tanórákon és a tanórán kívül a gimnáziumunkban. A Bibó Gimnázium egyik felvételi követelménye a központi írásbeli vizsgaletétele, melyre decemberig kell jelentkezniük a diákoknak. A megmérettetésen január 19-én vesznek részt a tanulók országszerte.